Emlékezzünk egy májusi történetre. Lisztes Nárcisz története valóban nem mindennapi. A 17 éves Somogy megyében élő fiatal súlyos izomsorvadásban szenved, érettségi előtt állt. A somogyi intézmények azonban nem fogadták, végül a Rosti iskolában kapott lehetőséget a bizonyításra. Hosszú út várt a fiatalra és édesanyjára, ám rendkívül hálásak voltak a segítségért. Meglepődtünk, mert erre azért nem számítottunk, ugye elég furcsa háttérrel érkeztünk, hogy nem nagyon vették a... Nem nagyon szerették volna ott Somogy megyébe, a gimnáziumba, akármelyikbe is bekerül Nárcisz. Ezért nagyon rendkívüli volt, hogy ilyen messze, és sikerült, és tényleg ez az első, hogy eljöhettünk ide. Nagyon kedvesen fogadtak minket, úgyhogy mindennel maximálisan meg vagyunk elégedve. Nárcisz a vizsganapján találkozott először az osztálytársaival. Boldog volt a találkozás miatt is. A felmérővel kapcsolatban pedig úgy érezte, jól sikerült. Hosszú volt, de igazából gyorsan elment. Az érettségi elfeladtam, de remélem jól sikerült. Minden feladatra tudtad a megoldást, a választ? Nagyjából igen. És milyenek voltak a kérdések? Mennyire volt nehéz ahhoz képest, hogy amit vártál előzetesen? Hát sokat gyakoroltam, de igazából jó volt. A befogadó Rosti iskola részéről Pákolic Juhász Ágnes osztályfőnök idézte fel az első online, majd a későbbi személyes találkozóját Nárcisszal. Tulajdonképpen én annyit tudtam róla a tanév elején, hogy felvettünk egy hasonló diákot, egy ilyen diákleányt, és hogy majd lesz neki egy online órakerete, és így fogjuk tanítani. De hogy mire számítsunk, hogy hol vannak az ő határai, azt nem tudtuk. És akkor elindult a tanév, először telefonon beszéltünk, aztán beszéltünk online, tehát gépen keresztül is, és akkor én úgy gondoltam, hogy meg is kellett látogassam, hogy komplexebb képet kaphassak róla, úgyhogy én elmentem, meglátogattam. És onnantól, hogy az élő kapcsolat is létrejött, onnantól nagyon szépen tudunk vele haladni, nagyon szorgalmas, ha csak az ereje, egészsége engedi, akkor minden óránkor részt vesz, ha kimarad, akkor pótol, feladatot kér, tehát olyan céltudatos, hogy ez valami döbbenetes. Nem csak az ő állapotában, úgy mondanám, az ő korában döbbenetes ez a céltudatosság, úgyhogy egy tündér nagyon jó vele dolgozni. Az iskola részéről soha nem volt kétség afelől, hogy segítenek Nárcisznek a céljai elérésében. Még akkor is, ha ez az intézmény számára is egy teljesen új helyzet volt. Nagyon sok embernek a jó szándéka kellett ahhoz, hogy a Nárcisz ideig is van, de nélküle az ő akarataja, az ő kihívása, az ő motivációja, nélkül ez nem valósult volna meg. Nagyon büszkék vagyunk rá, és irigyeljük ezt az elhivatottságot, ezt a bátorságot, ezt a hősiességet, amivel ő végigküzdi az életét. És ebben mi támogatjuk mindennel, amivel csak tudjuk. Ez volt tehát a településünk májusi, nem mindennapi története. Nárcisznak ismét, utólag is gratulálunk, az intézmény és a pedagógusok munkáját pedig köszönjük.